Takarékoskodik a BMW, elhalasztják a Debrecenbe tervezett autógyár építését. 10 újabb halottja van a koronavírus járványnak Magyarországon, 46 új beteget diagnosztizáltak. A képviselők fizetése 11%-kal, az államtitkároké 35%-kal emelkedett az idén. Diplomata útlevele felhasználásával térhetett haza Zsuzsák Balázs, a futballválogatott csapatkapitány az Emirátusokból. Ez itt az ATV híradó. A stúdióban Gajdos Tamás. Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket az ATV déli híradójában. A BMW elhalasztja a debreceni gyárának építését, vette észre a portfólió a Reuters erre vonatkozó hírét. Nikolász Péter pénzügyi igazgató a cég sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy a nagyvállalat takarékossági okokból több beruházását is felfüggeszti. Az egyik ilyen projekt, amit az igazgató példaként felhozott, a debreceni üzem építése. Az ilyen jellegű költségeket a tavalyi 5,7 milliárd euróról kevesebb, mint 4 milliárd euróra csökkenti a koncern 2020-ban. A BMW azt közölte, hogy erőteljes költségkontrollt vezetnek be. A kutatásfejlesztésen nem, a beruházásokon viszont spórolnának. A Bajor cég égisze alatt az első negyedévben 21%-kal kevesebb autót adtak el. Ezen belül a BMW eladásai 20, a Minié 23, a Rolls-Royce pedig 27%-kal csökkent. Újabb 10 koronavírusos beteg halt meg a szerdai adatok szerint, így az áldozatok száma 373-ra emelkedett. Közben 46 új beteget diagnosztizáltak a szakemberek, ezzel jelenleg 1979 aktív fertőzöttet tartanak nyilván. 50-en vannak lélegeztetőgépen, 759-en pedig már gyógyultan távoztak a kórházból. A vírus megjelenése óta összesen 3111 fertőzöttet regisztráltak Magyarországon. A hivatalos koronavírus oldal azt is közli, hogy a Pesti úti idős otthonban 40-re nőtt az elhunytak száma, 296 lakó és 26 dolgozó fertőzött. A főpolgármester nyilvánosságra hozta a Pesti úti idős otthonban folytatott vizsgálat anyagát. Karácsony Gergely a főváros honlapján egyebek mellett azt írja, hogy az intézményben márciusban minden nap több orvos is rendelt. Április legelején volt néhány olyan nap, amikor részben a 65 év feletti orvosokra vonatkozó kormányzati intézkedések, másrészt pedig a szerződött orvosok nem szerződésszerű teljesítése miatt nem volt fizikailag jelen orvos az intézményben, de ez nem hozható összefüggésbe a tömeges fertőzésekkel, írja Karácsony. Szerinte a budapesti kormányhivatal illetékes kerületi hivatalának kellett volna gondoskodnia a kieső orvosi ellátásról, ez azonban nem történt meg. A főpolgármester elfogultnak tartja a kormányhivatalt, és kezdeményezi annak kizárását a hatósági ügyben. Csak júliusig tudnak bért fizetni az önkormányzati dolgozóknak, augusztusban már nem. Erről beszélt híradónknak Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere. A Települési Önkormányzatok Szövetségének elnöke, TAV fideszes polgármestere szerint pedig mintegy 200 település kerülhet csődhelyzetbe idén a kieső adóbevételek miatt. Jönnek-mennek az autók Erdőkertes főútján. A kocsiktól nem, a gépjárműadó bevételtől azonban el kellett búcsúzni a Pest megyei községnek, az ugyanis a járványügyi alapba került. Ez az elvonás éves szinten 20 millió forintos nagyságrendet jelent. Erdőkertes első emberének nem csak emiatt fáj a feje. A település másik főbevételi forrása, az iparűzési adó is késve érkezik a járvány miatt. A cégek ugyanis szeptember 30-áig kaptak határidőt a kormánytól az adófizetésre. Az jelenlegi pénzügyi viszonyaink között elképzelhető, hogy nyár végére az önkormányzat nem fogja tudni ellátni a számára törvényben előírt kötelező feladatokat. Gondolok itt a szociális jellegű kiadásokra, vagy éppen az óvoda működtetésére. A csökkenő bevételek ellenére plusz feladatok hárultak az önkormányzatokra a koronavírus miatt. A közterületek fertőtlenítését, a hatósági karanténban tartózkodók és az idősek gondozását is nekik kell elvégezniük. A 45 ezer lakosú Hódmezővásárhely polgármestere szerint képtelenség kigazdálkodni a kiadásokat. Ez olyan mértékben borította fel a költségvetésünket, amit könnyen lehet, hogy leépítés nélkül nem fogunk tudni kezelni. Jelen pillanatban a likviditási tervünk szerint július végéig mindent tudunk fizetni, de hogyha sürgősen valami más megoldást nem találunk, augusztusban már a béreket sem tudnánk kifizetni. Márki-Zay Péter igyekszik a városnak hitelt szerezni, de egyelőre nincs megállapodás erről. Meg kell téríteni,
Ezért nem lehet más, mint hogy a feladat finanszírozási rendszerhez hozzá kell nyúlnia. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke kormányzati segítségben bízik. Schmidt Jenő levelet is írt Pintér Sándor belügyminiszternek, de nem kapott rá választ. Számításaim szerint az év, ebben az évben nagyjából 200 fő alatt lesz az a 200 darab alatt lesz az a település szám, ami kimondottan csődhelyzetbe kerül, és ez külön támogatásért tud fordulni a belügyminisztériumhoz. A minisztériumot híradónk is kereste, arról érdeklődtünk, hogy a nehéz anyagi helyzetbe került önkormányzatok számíthatnak-e segítségre, de adásunkig nem kaptunk választ megkeresésünkre. Az antik kultúrával, középkori céhekkel és Mátyás külpolitikájával kapcsolatos feladatot is kaptak a diákok a középszintű történelem érettségi első rövid feladatokból álló részében, számol be róla az Eduline. Az első feladat részben előkerült a magyarországi népesség és az ipari forradalom is, de a magyarországi romák helyzete, a Kádár korszak és a hidegháború is. Külön feladat foglalkozik a numerus clausussal és a törvény elfogadása előtti vitával. Az oktatási hivatal korábban közölt adatai szerint középszinten 64 ezer, emelt szinten pedig 7 ezeren írásbeliztek ma délelőtt történelemből. Hétfőn újraindult az egészségügy, azonban nem egyértelmű, hogy kit, mikor és mennyi idő alatt kellene tesztelni. A Magyar Orvosi Kamara szerint megoldás lenne, ha minden beteget potenciális koronavírus fertőzöttnek tekintenének. Ehhez viszont megfelelő mennyiségű és minőségű védőfelszerelésre lenne szükség. Hétfőn újra nyitottak az orvosi rendelők. A nem sürgős beavatkozásokat azonban csak úgy lehet elvégezni, ha előtte koronavírusra tesztelik a pácienst. Számos rendelőintézetben és kórházban ugyanakkor nem tudják, mi az eljárás pontos menete. Stábunk több rendelőintézetben is érteglődött, de nem lettünk okosabbak. Nem tudom, sajnos. Nem tudom. Nem tudom, mert ez annyira új most még, tehát ezt ugye tegnap hozták ki, úgyhogy nem tudom, hogy működik ez, hogy milyennek a menete. Hát ilyenről nem hallottunk, az általában műtéteknél van, mindenki ezt kérdezi, hát akkor nincs is annyi, már ezt idézőjelben mondom, szerintem az országban nincs annyi teszt, hogyha mindenkinek úgy kéne bejönni. El kell menni a háziorvoshoz hozzá, most nem így van egyelőre még. Azonban a háziorvosoknál sem egyértelmű a helyzet. Komáromi Zoltán szerint ez egyik legnagyobb problémát az jelenti, hogy csak a május 1-i hosszú hétvégén tájékoztatták őket az újraindulásról. Ennyi idő pedig nem volt elegendő a felkészülésre. A másik bizonytalan tényező a tesztelés menete. Az a gyakorlat, hogy 72 órán belül megy ki a mentőszolgálat, tehát ez azt jelenti, hogy a kéréstől számított harmadik napon végzik el a tesztet, és ennek a tesztek az eredményét én egy hét múlva kapom meg az ANTS-en keresztül. Teljesen logikus, hogy ez a metodika nem használható a betegellátásban. Komáromi szerint nagy felelősség hárul az orvosokra, mert ha megvárják a teszt eredményét, az eltelt idő alatt komoly egészségkárosodást szenvedhet el a beteg. Ha viszont nem, a szükséges védőfelszerelések hiányában az orvos megfertőződhet. A Magyar Orvosi Kamara főtitkára is hasonlóan látja a helyzetet. Teljes a káosz, nevezetesen egymásnak sokszor teljesen ellentmondó utasításokat, hírveréseket kapunk, hallunk. Az egyik ellentétes információ például a PCR tesztre vonatkozik, hogy ez most kell-e vagy nem kell. Ugye nekünk még mindig érvényben van az a fajta írásos leírás, hogy kell. A híradásokból Kásler miniszter úr azt üzente nekünk, hogy nem kell. A Magyar Orvosi Kamara főtitkára szerint megoldás lenne, ha minden beteget potenciális COVID-fertőzöttnek tekintenének. Ehhez viszont megfelelő minőségű és mennyiségű védőfelszerelésre lenne szükség. A kamara szerint ezt a mai napig nem kapták meg a kormányhivataltól. Időközben az Emberi Erőforrások Minisztériuma a HVG kérdésére válaszolva közölte, hogy a tesztekhez szükséges mintavételekről a beavatkozást végző járóbetegrendelőknek, kórházaknak kell gondoskodniuk. Azzal kapcsolatban, hogy egy negatív teszt hány napig érvényes, a tárca azt írta, az orvos kompetenciája, hogy megismételteti a vizsgálatot. Okos telefon segítségével is ellenőrizheti a rendőrség, hogy mennyire tartják be a hatósági karanténre vonatkozó szabályokat a megfigyelés alatt álló személyek. Az alkalmazás képeket és egészségügyi adatokat is továbbít a hatóságoknak. A program használata önkéntes alapon történik, jogvédők szerint azonban bizonyos szempontból aggályos. Az elmúlt 24 órában ellendelt hatósági házi karanténaink száma 743.
Ezzel 10.547-re nőtt a házi karanténban lévők száma. Az operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa közölte, az elmúlt 24 órában 21 ember szegte meg a hatósági karanténra vonatkozó szabályokat. A protokoll szerint a hatósági karantén 14 napig tart, ez alatt a megfigyelt személy nem hagyhatja el az otthonát, bejárati ajtajára pedig egy ilyen hatósági feliratot köteles kitenni. Az egyik Svájcban dolgozó nézőnk elmondta, a hatóságok őt is folyamatosan ellenőrzik. Szombat hajnalban értem haza, 25-én, vasárnap voltak, utána kedden, szóval egy 5-6 nap kimaradt. Az új kormányrendelet szerint a jövőben viszont akár elektronikus úton is ellenőrizhetik a megfigyelés alatt álló személyeket. Ezt a fajta ellenőrzést világszerte használják, többek között Lengyelországban is. A jogszabály értelmében az elektronikus ellenőrzésben történő részvétel kizárólag a hatósági házi karanténban lévő személy önkéntességén alapul. Az Amnesty International közleményében azt írta, az önkéntesség csak látszólagos. Ha valaki nem egyezik bele az elektronikus megfigyelésbe, fokozottabb rendőri ellenőrzésre számíthat. Ilyenkor 5000-től 500.000 forintra bírságolhatják. Ha viszont beleegyezik, de például nem használja a szoftvert, akkor 300.000 forintig terjedő pénzbírságot szabhatnak ki. Mint írják, ilyen szempontból szerintük kedvezőbb lesz az applikációt választani. Az enyhébb bírság eshetősége viszont aláássa az önkéntességet. Az alkalmazás segítségével a rendőrség nyomon követheti a megfigyelés alatt álló személy mozgását, hozzáférhet az illető arcképéhez és egészségi adataihoz. A TASZ jogásza úgy fogalmazott, adatvédelmi szempontból ideális a szabályozás. Nagyon fontos az is, hogy miután lejár a karanténnak az ideje, azután le lehet törölni ezt a szoftvert, és meghatározott idő után az ezzel kapcsolatos adatokat is törölni fogják. Ezek azok a legfontosabb garanciák, amik körül bástyázzák azt, hogy ez az adatkezelés ez jogszerű legyen. A szoftver működésével kapcsolatban még vannak kérdések, de az biztos, hogy a hatóságok este 10 és reggel 6 óra között nem zavarhatják a karanténban lévőket. Személyesen pedig csak akkor ellenőrizhetik az embereket, ha fennáll a gyanú, hogy valaki kijátsza a rendszert. Az alkalmazás csütörtöktől lesz elérhető. A Magyar Vitorlás Szövetség szerint július végén meg lehet majd tartani a kék szalag versenyt. Ezt Kollár Lajos, a szövetség elnöke mondta a laikbalaton.hu-nak, amit az Index vett észre. A pontos dátumot is megnevezte, szerinte július 30-án lehetne a vitorlás verseny. A terv szerint online nevezést hirdetnek, a vízen pedig kiki a csapatával nyugodtan vitorlázhat, hiszen tudnak távolságot tartani, tette hozzá. A díjkiosztón lehet, hogy csapatonként csak egy-egy ember vesz majd részt, a versenyt kísérő fesztivális banket pedig sajnos elmarad, tette hozzá az elnök. A járvány és a gazdasági válság ellenére a kormány már tavasszal beterjeszti az országgyűlés elé a jövő évi, azaz 2021-es központi költségvetést, írja a hvg.hu. A büdzsé tervezetét a képviselők még a nyári szünet előtt megtárgyalják, és a kormánypárti kétharmad birtokában minden bizonnyal el is fogadják. Mivel Orbán Viktor miniszterelnök maga is azt mondta, már az idei költségvetés sem maradhat változatlan, valószínű, hogy a 2021-es költségvetést a minisztérium hatalmas tartalékokkal fogja tervezni. A költségvetési tartalékok mérete, mértéke évek óta nő, a magyarázat szerint a rugalmasság miatt, írja tehát a hvg.hu. Menesztette a BKK vezérigazgatóját Karácsony Gergely. A főpolgármesteri hivatal közleménye szerint Varga Ivet nem tudta olyan hatékonyan ellátni a feladatait, ahogyan azt a járványhelyzet megkövetelte volna. Posztját Fendrik László eddigi vezérigazgató helyettes veszi át. A főpolgármester azt várja az új vezetőtől, hogy a jelenlegi nehéz pénzügyi körülmények között is biztosítsa a BKK kiegyensúlyozott működését. Varga Ivetet január 23-án nevezte ki Karácsony Gergely. A vezérigazgató a koronavírus helyzetben járat csökkentési tervet dolgozott ki, amit a főpolgármester utasítására kellett visszavonnia. Később nyilvánosságra került egy zaklatási ügy is, melyben az élettársát gyanúsították meg az igazgatónőnek. Sajtőrek szerint Varga Ivet nem könnyítette meg az ügy kivizsgálását. Hibázott a BKK vezérigazgatója, amikor április elején hétvégi menetrendet vezetett be, és ezzel káoszt okozott a budapesti tömegközlekedésbe. Ezt a főpolgármester helyettes mondta az Egyenes beszédben. Jénémet Erzsébet szerint a cégnél kirobbant zaklatási ügy sem növelt a bizalmat Varga Ivet iránt. Ebben élettársát, a BKK elektronikus jegyrendszerének projektvezetőjét gyanúsították meg. A főpolgármester helyettes szerint Karácsony Gergely a döntés előtt nem egyeztetett az ellenzéki pártokkal.
közölte velünk a főpolgármester úr, hogy ezt a döntést meghozta. Nem egyeztetett, hanem bejelentett. Hozzáketem, én egyetértek ezzel a döntéssel, tehát félreértés ne essék, én abszolút egyetértek ezzel a döntéssel. Azt gondolom, hogy főpolgármester úr minden körülményt mérlegelt. Nyilván volt már más ügy is, amit az elmúlt néhány napban, néhány hétben a BKK környékéről napvilágra került. Nyilván az is szerepet játszott ebben a döntésben. 35%-kal emelkedett az államtitkárok fizetése, így bruttó 1.296.300 forint helyett most már 1.750.000 forint a keresetük. Egy 2018-as törvénymódosítás alapján a képviselők fizetése idén 11,4%-kal emelkedik. Eszerint a képviselői alapbér 997.000 forintról 1.103.400 forintra nőtt márciustól. Aki azonban emellett államtitkári tisztet is betölt, mint például Dömötör Csaba, Bodó Sándor vagy Cseresnyés Péter, az 2.399.700 forintot keres. A miniszterek, például Varga Mihály, Rogán Antal vagy Szijjártó Péter 3.082.800 forintért végzik a munkájukat havonta. Mexikóvárosban a Forma 1-es pályát alakítják ideiglenes kórházzá. Az intenzív osztályt a Box utcában állítják fel a koronavírusos betegek ellátására. Kínában közben kezd visszatérni az élet az eredeti kerékvágásba. A május elejé 5 napos ünnepen több mint 100 millióan utaztak belföldön. Olaszországban is tovább csökkent a koronavírus fertőzöttek száma. Nagy sikernek tartják az olasz hatóságok, hogy az emberek nem áradtak ki tömegesen az utcára a korlátozások feloldásának első két napján. Megindult a gyártósor a Ferrari-nál is, ahol a dolgozók maszkban és kesztyűben dolgoznak, és minden nap tesztelik őket. A brit egészségügyi miniszter szerint március vége óta nem volt ilyen alacsony a koronavírus járvány okozta halálesetek száma az Egyesült Királyságban, ahol az elmúlt 24 órában 288 halálesetet jelentettek. Az Egyesült Államokban a J.Crew volt az első divatcég, ami csődöt jelentett be. Ma nagyon optimisták vagyunk, mert már lehet látni egy napsugarat a horizonton. Ezt mondta a kaliforniai kormányzó, amikor bejelentette a korlátozások enyhítését. Ennek keretében az üzleteket fokozatosan kinyithatják, azonban az irodák és a bevásárlóközpontok zárva tartanak, és az éttermekben is csak elvitelre lehet rendelni. Peruban több mint 50.000 koronavírusos megbetegedést regisztráltak. Az egészségügyi dolgozók szerint nincsenek biztonságos körülmények a kórházakban, és nem kapnak megfelelő védőfelszereléseket. Vannak olyan fertőzött kollégáink, akiket arra kényszerítenek, hogy jöjjenek el dolgozni úgy, hogy pozitív lett a tesztjük. Nem végzik el a megfelelő fertőtlenítéseket, és nem kapunk védőfelszerelést sem, mondta ez az ápolónő. Mexikó városban a Forma 1-es versenypálya lesz a legújabb ideiglenes kórház, miután az országban meghaladta a 23 ezret a regisztrált fertőzöttek száma. Így a Box utcában állítják fel az intenzív osztályt. Több mint 104 millió belföldi turista volt Kínában a május elejé 5 napos ünnep alkalmából. A helyi kulturális és turisztikai minisztérium szerint ez több mint 6 milliárd dolláros bevételt jelentett az ország gazdaságának. A kínai hatóságok a jelentős üzletközpontokkal együttműködve elektronikus utalványokkal és kedvezményekkel igyekeznek ösztönözni a fogyasztókat. Diplomata útlevele segítségével térhetett haza Zsuzsák Balázs az Emirátusokból. A külgazdasági és külügyminisztérium megerősítette az Index értesülését, és azt írta, hogy Zsuzsák Balázs diplomata útlevéllel rendelkezik, ezért tudott hazatérni az Emirátusokból, annak ellenére, hogy ott leállították a polgári légiforgalmat. Az Index úgy tudja, hogy több magyar sportolónak is van hasonló okmánya. Zsuzsák a magyar labdarúgó válogatott csapatkapitányaként már korábban megkapta ezt a diplomata útlevelet. Trianon dalokkal segítene a zenészeken a Petőfi Irodalmi Múzeum, írja az Index. A portál az intézmény oldalán megjelent pályázatot idézi, mely szerint a dalszerzők csak akkor kaphatnak támogatást, ha Trianon témában írnak dalt. Megkerestük az üggyel kapcsolatban a múzeum főigazgatóját, aki iradóknak azt mondta, a cikket jegyző újságíró nem olvasta el a pályázati kiírást, mert, mint mondja, a Trianon pályázat a zeneszerzőkre és dramaturgokra vonatkozik. Az előadó művészek majdani produkcióikra kapnak egyfajta előleget. Hiszen arról szól a pályázati kiírás, hogy az előadó művészek, ezen belül a könyvzen, ami hozzám tartozik, azok produkciókra, tehát majdani előadásokra pályázhatnak,
akiknek nem lehet értelemszerűen ilyen pályázatot kiírni, tehát a zeneszerzőknek és dramaturgoknak írtunk ki tartalmi fókuszú pályázatot, és hát a Trianoni centenárium az elég súlyos nemzeti ügy, valamilyen formában minden magyar érint, megérdemel egy ilyen pályázatot. Vegyszerrel öntötte le a lányát egy férfi tavaly április 21-én Orosházán. Az apa elmondása szerint azért, mert a gyermeket gyakran váltogatta partnereit, írja a polisz.hu. Egy fél literes műanyag flakonba maró hatású folyadékot tett, és az utcán a vegyszerrel ellocsolta a lányát. A fejére is öntött a folyadékból, ami lecsorgott az arcára. A maróanyag súlyos sérüléseket okozott a 19 éves lánynak. A férfi ellen várhatóan súlyos testi sértés miatt fognak most vádat emelni. Letartóztatta a bíróság Szilágyi István fiát, aki a gyanú szerint vasárnap reggel meggyilkolta a színművészt. A Híradónak nyilatkozó jogász szerint a tragédia arra is rávilágít, hogy a magyar igazságszolgáltatás nem elég hatékony a családon belüli erőszakkal szemben. Tisztelői gyertyákkal és mécsesekkel emlékeztek Szilágyi Istvánra. Az idős színművészt vasárnap reggel gyilkolták meg, a gyanú szerint fia követte a brutális tettet. A tragédia nem volt előzmény nélküli. A férfi 2018-ban felfüggesztett börtönbüntetést kapott, mert édesapja az általa elkövetett bántalmazás miatt több napra kórházba került. Szilágyi István ennek ellenére mégis kiállt fia mellett a bíróságon. A Patent Egyesület jogásza szerint az eset jól példázza, hogy a magyar igazságszolgáltatás mennyire nem hatékony a családon belüli erőszakkal szemben. Hozzátette, az isztambuli egyezmény kimondja, hogy az ilyen ügyekben nem lehet felfüggesztett szabadságvesztésre ítélni az elkövetőt. Azt az üzenetet hordozza az elkövető felé, hogy nincsen szankció lényegében, mert nem érzékeli a saját bőrén, hogy ez bármit is jelentene. Ugyanakkor, mint mondja, probléma az is, hogy akik érzékelték, mi történik a családban, nem tettek feljelentést, mondván a sértett nem működik együtt a hatóságokkal. Nem szabadna, hogy büntető eljárások azért ne folyjanak le, mert a sértett, a teljesen kiszolgáltatott helyzetben lévő, ugye ezermillió szálon kötődő és tényleg nagyon vegyes érzelmeket tápláló sértett nem működik együtt, mert nem hajlandó feljelentést tenni, vagy nem hajlandó tanúvallomással segíteni az eljárásban, bármilyen módon passzív. A pszichiáter szerint az ilyen tragédiák után az első kérdés, hogy meg lehetett volna előzni az eseményeket. Hogy ez csak egy veszekedés lesz, és lezárul egy szóváltása, vagy lezárul azzal, hogy egyik föl fölugrik és elmegy, és ezzel megszakítja a kapcsolatot. Ez is egy lehetséges kimenete, és hogy elfajul odáig, hogy ilyen borzalmas cselekedet történik, ennek a váltópontja az nem jósolható be előre. Szilágyi István fia életfogytiglani börtönbüntetést is kaphat. Vizsgálják az elme állapotát is, tehát ebben az esetben is elmeorvos szakértő fogja megvizsgálni, és amennyiben a belátási képessége hiányzik, abban az esetben akár a kényszergyógykezelését is elrendelhetik határozatlan időre, tehát az is elképzelhető, hogy elme gyógyintézetbe kerül. A gyilkossággal gyanúsított férfi még nem tett beismerő vallomást. Többek között erről a témáról, vagy a többi hírről is, amiről az imént beszámoltunk a Híradóban, lehet beszélgetni, lehet kérdezni és megvitatni a témákat Somos Andrással a most következő fórumban. Szervusz, Andris, vagy te mit javasolsz? Teljesen jól mondta Gerő Tamás kollega úr, hogy mi a büntető eljárás kimenetele és tétje. Ha valaki erről szeretne beszélni, természetesen lehet, bár itt van egy olyan bizonytalanság ugye a rendelések újraindítása körül, amely nem tiszta, hogy milyen eljárási rendet feltételez, és milyen tárgyi eszközöket, beszerzés és kiutalás szempontjából milyen eszközöket biztosít a házi orvosoknak, vagy a fogászati rendelőknek például. Akkor itt van ez a téma, hogy Rétvári Bence azt mondja, hogy valótlanságon alapuló hetzkampány folyik Kásler Miklós ellen, és az is itt van az a téma, ami az isztambuli egyezmény 24 órás végighajtását jelenti az országgyűlésen, amely a Fidesz szerint nem más, mint egy liberálisok, genderisták trójai falovának a kudarcára, vagy elbukására utal. Hát, ezek a témák, aztán meglátjuk, Tamás.
Köszönjük, András. Ez azt jelenti, hogy tehát önök is szóbalszatnak bármit, ami érdekli önöket. Mindenképpen hívják a fórum telefonszámát, és beszélgessenek a következő fél órában. Somos Andrással én most elbúcsúzom, de lesz még híradó ma, nem is kevés. Elsőként 17.25-kor láthatják majd Nemes Annát az első mai kora esti híradóban. Addig is maradjanak otthon, nézzék az ATV-t, szép napot mindenkinek.